Fogtündér elnevezéssel indult még 2021. novemberében fogápolási program Pécsett. Az Érted és Velem Alapítvány által három év alattiak számára szervezett eseményen lehetőséget teremtettek szülőknek, hogy elvigyék gyermekeiket a játékos fogászati szűrővizsgálatra. A nemzetközi ajánlások szerint egy éves korig egyszer el kellene érkezni egy fogászati szűrésen minden kis csecsemővel. Ez Magyarországon sajnos nem valósul meg. Felelős szülők, akik jól gondolkodnak, ezt maguktól józan parasztész alapján meghozzák ezt a döntést és elhozzák a gyerekeket, de sajnos ez relatíve kis százaléka a magyar lakosságnak. Közel 60 család regisztrált az eseményre, ahol 5 széken párhuzamosan zajlottak a vizsgálatok. A gyermekek fogainak számlálása, állapotának felmérése után tájékoztatták a szülőket a tapasztaltakról, több esetben kellett fogápolással vagy étrendel kapcsolatban tanácsot is adni. Akiknél találtunk bármiféle változást, és itt nem csak a gyerekeket vizsgáljuk, hanem azért szülőket is kikérdezzük, és tanácsokat adunk nekik, hogy hogyan kéne az étrendet, a fogmosást végezni otthon. Abszolút kijött az ötlet, akiknél volt elváltozás, hogy azért azért a cukros tea, azért a szénsevas üdítő már úgy megjelent a gyerekek étrendjébe. A fogtündér program a tervek szerint két havi rendszerességgel folytatódik. A szervező alapítvány minden alkalommal közösségi felületein hirdeti az eseményeket, az ott megjelölt módon lehet regisztrálni majd. A szűrővizsgálat az egy első találkozás, ezt igyekszünk nagyon vidámra szervezni ezekkel a pici babákkal, jó emlékeik legyenek a fogászatról, és hát ugye utána jön a valódi feladat, amikor ezeknek a gyerekeknek az esetleges kezeléseit is el kell végezni. Az adjunktus kiemelte, hogy a kezdeményezés egyedülálló az országban, hiszen egyelőre nincs más lehetőség az ilyenkorú gyermekek vizsgálatára a későbbi óvodák által szervezett szülések előtt.